Békesség néktek! Mózes első könyvéből olvasok egy igét, a 4. fejezet 10. versét. Mondta pedig az Úr, mit cselekedtél? A te atyád fiának vére kiállt én hozzám a földről. Ma egy kerékpár gumiabrancsot fogok nektek mutatni, ezen keresztül szeretném szemléltetni az igének az igazságát. Ezt a gumiabroncsot tegnap szereltem le a fiamnak a kerékpárjáról. Az történt, hogy amikor fújta fel a kerékpárját, akkor egy idő után hatalmas durranással vége lett a belső guminak, mindenki megijedt a környezetében, és hát jöttek hozzám, hogy ugye csináljam meg a kerékpárt. Rögtön gondoltam látatlanul, hogy mi lehet a gond. Kérdeztem a fiamat, hogy nem az történt, fiam, hogy túl sokat faroltál? Tudjátok, amikor behúzza a hátsó féket, és akkor kifarol oldalra, hát az leradírozza a gumit, elvékonyítja, ilyenkor a külső teljesen lekopik, a belső meg amikor pumpálják, kidudorodik, azt egy idő után kidurran. Na erre gyanakodtam. Azt mondta a fiam, nem sokat farolt. Aztán a kezembe vettem a külső gumit, megnéztem, és hát látjátok, hogy mit találtam rajta. Ilyen lekopást egészen a legbelsőbb rétegig. Itt aztán meg még olyat is találtam, hogy az ujjam kijön belőle. Hát nagyon kedves kis ajándék volt ez nekem. Este órák hosszáig szereltem a kerékpár különféle dolgait, gondjait, de az egész futó felület le van végig kopva a rengeteg farolástól. Mondtam is a fiamnak, hogy azért itt nem arról van szó, hogy egy keveset faroltam, hanem talán többet ment csúszva, mint amit gurulva. Erről van szó. Ugyanez a helyzet akkor, amikor a mi bűneink kandikálnak ki, mint a Káin bűne. Isten azt mondja, hogy a te testvérednek a vére hozzám kiállt. És itt is tagadhatatlan volt a fiúnak a vétkessége. Néha így kikandikálnak a bűneink, tudjátok? És mi próbálnánk úgy csökkenteni, hogy hát nem olyan sokat faroltam én. Nem olyan nagyon öltem meg én az öcsémet. Csak egy kicsit. Nem olyan nagy bűnöket követtem én el. Nincs szükség a mosakodásra, magyarázkodásra. Nem kell magadat mentegetni. Azért, mert van nekünk egy jó megváltónk, Jézus, aki éppen azért jött, hogy a bűneinkért meghaljon a kereszten. Nem kell kimosakodjunk, nem kell magyarázkodjunk. Valld be a te bűneidet Jézusnak. És Isten meg fog bocsátani neked a Krisztus véréért. Krisztus vére jobbat beszél, mint az Ábelnek a vére. Jobbat kiállt, mint az Ábelnek a vére. Kegyelemért kiállt. Nem olyan sok idő van erre a kegyelemre. Nem olyan sokáig bizonyos a megbocsátás. Ma kell, hogy megragadd. Amen.